Nyírbogátot és Nyírbátort a nagyforgalmú 471-es számú főút köti össze. Eddig itt a főútvonalon zajlott mind a gyalogos, mind a kerékpáros közlekedés, ami jelentős balesetveszéllyel járt. A térségben azonban meghatározó a kétkerekű forgalom. A 471-es főútvonal az egy nagyon veszélyes útvonal, ami a térségünkön átvezet Debrecent és Mátészalkát köti össze. Amellett, hogy nagyon forgalmas a főútvonal, veszélyes. Az elmúlt 15 esztendőben minden 2 kilométerben egy halálos baleset történt sajnálatos módon, és kilométerenként pedig súlyos balesetek. Szemtanúi voltunk az elmúlt időszakban, és ezért is örültem annak, amikor 2010-ben kinyílt a lehetőség, hogy ilyen másodrendű főútvonalak mellé kerékpárutat építhetnek az önkormányzatok. A projektek célja szerint az új kerékpárutak biztosítják a szolgáltatások egyszerűbb és gyorsabb megközelíthetőségét, az általános és szociális feltételek javulását és a turisztikai vonzerő növekedését a települések között. Már elkészült a Nyírbogát és Nyírbátor közötti szakasz közel 330 millió forintból, a Nyíradonyig tartó szakaszra 1 milliárd forintja van az önkormányzatoknak, míg a Nyírmeggyesig tartó rész összesen közel 450 millió forintba kerül majd. Nyíradonyig az elmúlt években elkészült Debrecentől a kerékpárút, mi pedig megterveztettük a Nyírbogát önkormányzat Nyírbogát és Nyíradony között a kerékpárutat, egy nyertes pályázatunk volt 11-ben, most pedig a kormány kinyitott egy új lehetőséget, az Európai Uniós közopos maradvány pénz terhére lehetett pályázatot benyújtani, úgyhogy a nyírbátori kistérség, a Nyírbogát önkormányzat és a Nyíradonyi önkormányzat ért a lehetőséggel, és megpályáztuk a Nyíradon-Nyírbogát közötti kerékpárút szakaszt, ami 12 kilométer tesz ki. Az építkezés az zajlik, mint ahogy tetszettek látni. Nagyon remélem, hogy december 15-éig meg is valósul ez a kerékpárút. Simon Miklós elmondta, a Nyírbátor-Nyírcsászári-Nyírmeggyes közötti szakasz is elkészült, ez a kerékpárút része a Mátészalkát-Debrecennel összekötő kerékpárútnak, ami az országos hálózatban előkelő helyet foglal el, emellett szintén része a nemzetközi Szatmár-Németiig tartó szakasznak is.